Mutatnám gyorsan, hogy miket próbáltam ki. Tehát először is kipróbáltam a Bombastic Overdose Gos szemspirált, a Justárnak ezt a porpúderét, Lucent Fix púderét, föltettem az Erboriannak a mattító primerét, a MAC-nek a hás árnyalatú szemhéj púderét, amit én primernek tettem föl, a Lancôme alapozómat, a MAC Haute Couture Styling Rosalia palettát, és ezt a nude árnyalatú folyékony matt rúst, ami a Sheen-nek az almárkája, ez a Seglame. Na, sziasztok! Most szálltam le a buszról. Otthon már nem tudtam levideózni a mesterművet. És ugye most meg rajtam volt a maszk, hát most abszolút le lehet tesztelni, hogy mennyire tartós ez a rúzs, meg sem mozdult, gyönyörű a színe. Próbálok valami jobb fényt keresni. Na most itt egy kicsit süt is a nap. Na, ilyen lett a smink. Úgy fordulok mindenfelé. A hangomtól tekintsetek el, mert ez még mindig tök náthás, meg köhögök. De már kint vagyok az utcán. Na hát most vizsgáztatni megyek be, úgyhogy leteszteljük ezt a mai sminket, hogy mennyire tartós. Halihó, sziasztok kedves követőim, üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, szerintem most már azért egy fokkal jobb a hangom. Az előző videót, amiben én rögzítettem, hogy milyen új sminkeket kaptam karácsonyra, hát ott azért sokkal rosszabb volt. Szóval az igazság, hogy én ennek a videónak már egyszer nekifutottam, ezt láthatátok az ezt megelőző pár percben, és ugye ott fejeztem be a sétáló utcában a mondatot, hogy teszteljük egész nap ezt a videót, mármint, hogy a videó arról fog szólni, hogy teszteljük egész nap a sminket, amit végül is nem is tudtam nektek utána nagyon megmutatni, csak egy pár fotót linkeltem be a videóban, ugyanis annyira rosszul lettem, hogy teljesen visszaestem, és megint eltelt azóta egyébként 4 nap, úgyhogy ma január 13-a szerda van, és amikor én ezt az előző bejelentkezést fölvettem, az egy pár nappal ezelőtt volt, azt hittem egyébként, hogy már egészen jól vagyok, de úgy látszik ez a 2 hét itthonlét betegség, fekvés, hát szóval nagyon megviselt a szervezetemet, és hirtelen ez, hogy kimentem az utcára, ráadásul be az iskolába és vizsgáztatni, ez engem teljesen kiütött, úgyhogy ott ennek a videónak vége van, és arra gondoltam, hogy nem fogom feladni, ma már sokkal jobban vagyok, sokkal erősebb vagyok, és köszönöm a sok-sok-sok üzenetet, amit írtatott nekem a YouTube-on, a poszt alatt, illetve Instán is a jobbulást, köszönöm szépen, nagyon-nagyon hatott ez a sok energia, mert letekintve, vagy hát eltekintve ettől a kicsit más hangszínemtől, amit megszokhattatok, azért már egész jól vagyok, egészen úgy érzem, hogy most már kezdek erőre kapni, és arra gondoltam, hogy most megcsinálom újra ezt a sminket, élesben megmutatom ezeket a termékeket, amiket a videó elején mutattam, és hát lássuk, hogy ma mi sül ki belőle. Egyébként felraktam ma így a hajamat, egy konyba raktam bele ilyen kis csillogó cuccokat, mostanában nem szoktam egyébként sokat vacakolni a hajammal, és egyáltalán nem jellemző, úgyhogy most ebben a pillanatban ez nem is tetszik, úgyhogy lehet, hogy az egészet most lebontom, és aztán jövök.
Nos, az első, amit föl fogok tenni az arcomra, ugye most minden új, tehát most mindent tesztelünk, az Erboriannak a mattító primere. Én az Erboriantól ugye használom a CC szemkrémet, amit majd egyébként föl fogok tenni, de mivel én már ezt egyszer kipróbáltam, ezt a primert, akkor már közelebb jövök, hogy azért most ez sokkal jobb lesz így. Tehát én már egyszer ezt a primert kipróbáltam, és ugye pár nappal ezelőtt. És képzeljétek el, hogy annyira tartós volt a smink rajta, hogy még késő este is, azzal együtt, hogy nem voltam jól, ugye annyira nem voltam jól, hogy nagyon sokáig leszettem a sminket, sőt, itt elaludtam, képzeljétek el, sminkbe délután, este 8-kor ébredtem föl, és meg sem mozdult a smink. Úgyhogy nagyon-nagyon szép finist ad, nézzétek meg. Gyönyörű bőrképet, nagyon tetszik. Így, mutatom jól. Nagyon tetszik, és nagyon-nagyon jó volt rá sminkelni. Oké. Őszintén megmondom, hogy ezzel az Erborian márkával én nagyon-nagyon szemezek folyamatosan, hogy mindig valamit újdonságot ki akarok tőlük próbálni, mert annyira bejött nekem ez a márka, ez a koreai márka, hogy fantasztikus. Na most ezek után én fölteszem ugyanettől a márkától ezt a CC szemkrémet, és ez az egyik kedvencem. Tehát amióta én ezt használom, azóta nekem igazából nem nagyon kell korrektor. Úgyhogy egy kis ecsettel fogom most eldolgozni, és gyönyörűen felfrissíti a szemkörnyéket, gyönyörűen kivilágosítja a szem alatti részt. És pontosan azt a hatást éri el, amire nekem szükségem van. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. Nos, most a Lancôme alapozómat fogom felrakni, ami nem újdonság nekem, de viszont egy új, és egy új árnyalat, mert ezt a 005-öset én még nem használtam. Úgyhogy a Sigma alapozó ecsetemet fogom használni. Kinyomtam belőle egy ennyit. És szépen eldolgozgatom. Ez egy nagyon lágyfedésű alapozó, tökéletes a szín, tökéletes nekem a textúra, gyönyörűen mutat a bőrön. Tulajdonképpen nekem ez tényleg a kedvenc alapozom. Azzal együtt, hogy ugyanúgy lett még másik kedvencem, ugye a Dior Forever alapozó, ami most elfogyott. Az Yves Saint Laurent-nak is nagyon szeretem ezt az alapozóját. És tulajdonképpen a Clinique szérumos alapozójában sem csalódtam, de hogyha egyet kellene mondanom, akkor mindenképpen ez a Lancôme alapozó a kedvenc. Van egy új porpuderem a Justár márkától, és most ebben fogjuk lefixálni a szemem alatti részt. Egyébként van egy ilyen kis puder pufni, amit én nem használok, hanem szépen ki fogom venni. Itt egy ilyen kis géznec van, úgyhogy ezen keresztül jön át a termék, amit leütögetek a pódernek a dobozával, mármint a kupakjával, és így szépen lefixálom a bizonyos részeket. Nagyon meg vagyok vele elégedve, kellemes az illata is, és igen, ilyen púder, igazi baba púder illata van, úgyhogy szépen
lepúderezgetem magamat ezzel. A végén különben majd egy nagy púderecsettel le fogom az egészet fixálni. Egyelőre csak itt ezeket a részeket. Most jöjjön egy kis pirosítás, és az inglotnak fogom használni ezt a folyékony pirosítóját. Egy nagyon picit ide kinyomok a készfejemre. Veszek egy ilyen pirosító ecsetet, ez az Evana 543-as. És csodálatos színe van, és nagyon-nagyon jól mutat. Én most az utóbbi időben rákattantom a pirosításra, jobban, mint régebben, úgyhogy látjátok, hogy mennyire-mennyire szép lett. Én ezek után veszem egyébként ezt a púderecsetet, és egy nagyon picit így átmegyek az egész arcomon. De nem nagyon szeretném az egészet mattítani, szeretem megtartani ezt az üde hatást. Ezek után még egy nagyon picit bronzosítunk. Tulajdonképpen a kedvenc bronzosítómat használom még mindig. Nem kívánok váltani Estée Lauder-től. Én ezt így össze szoktam mosni, ezt a három szint, és bizonyos helyekre fölviszem, és aztán mutatok egy kis új technikát, amit még mostanában szoktam alkalmazni, ami nem más, mint sem, hogy ezzel a mattabb kontúr színnel én így a két ujjammal fölveszek egy kis anyagot, és meghúzok egy ilyen vonalat így az orrnyergemnél. Amit utána az előző ecsettel, amit használtam, kicsit át fogok söpörgetni. Ugye kicsit most csontosítom az orromat, és a highlight színnel, ami a puderben van, egy kicsit így középen kiemelem az orromat. Úgyhogy ez így ennyi. Nem teszek többet, de szerintem ebben egy kicsit előnyösebb lett. Az amúgy sem vastag orrom, de szerintem kapott egy ilyen kis szebb ívet. Nagyon szeretem ezt az új liquid highlighteremet, ezt a folyékony highlighteremet, ami a Hypoallergenic Belle márkától van. Vigyázni kell vele, mert borzasztó sok jön a pipettából, úgyhogy tényleg csak egy ilyen kis cseppet rakok ki, és látjátok, hogy direkt oda tettem, ahova a pirosítót. Úgyhogy egy kicsit fölviszek. Nagyon, nagyon jól mutat egyébként, tényleg nagyon-nagyon szép és természetes, és majd ebből is leveszek így a púderecsettel, úgyhogy ennyi bőven elég. Nem gondolnám, hogy nagyon be kellene ezt most így fényesíteni, nekem ez így pont elég, látjátok, gyönyörű. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de sokkal intenzívebb a szemöldökömnek a színe, ugyanis képzétek el, hogy voltam olyan merész, hogy rendeltem egy szemöldök festéket. Megnéztem előtte egy videót, hogy hogyan kell használni, és kiszedtem a szemöldökömet, képzétek el, és befestettem, és annyira jó lett, úgyhogy azóta már még egyszer megcsináltam. Úgyhogy csak egy nagyon-nagyon picit színezem, söpröm át ebben az Yves Rocher szemöldök ceruzával, de gyakorlatilag, ha ezt nem csináltam volna meg, így is tökéletesen nekem megfelelne, mert mondom, vettem egy nagy levegőt, mondom, én ezt most kipróbálom, nekem ezt tudnom kell, hogy én magamnak meg tudom ezt csinálni, és sikerült. Úgyhogy ilyen. Úgyhogy az arcommal tulajdonképpen megvagyok,
Jöhet a szem. Nos, ugye én rendeltem egy új szemhéj primert, ami egy szemhéj festék, tulajdonképpen egy krémes szemhéj festék, de bázisnak is lehet használni a MAC-től ezt a hash árnyalatot, és így szépen az ujjammal fölviszem az egész szemhéjamra, és különben így magában is nagyon-nagyon-nagyon szép színe van, egy ilyen kis diszkrét fénye van, ha látjátok, amin egyébként nagyon jól megtapad a szemhéjpúder. Úgyhogy engem tulajdonképpen ez a dolog meggyőzött, hogy egy krémes szemhéjpúder is, már hogyha megfelelő nyilván, tud bázisként, szemhéjbázisként, primerként működni, de így magában is egyébként mondom, nagyon-nagyon szép színe van. Úgyhogy most hadd, jajaj, dől az optika. Szóval azt akartam volna mondani, hogy most hadd szóljon, ugye, ugyanis most elővettem az új MAC palettát, ami a Starring Rosalia nevet viseli, az Haute Couture paletta, egy csodálatos paletta, van benne egy nagyon jó kis tükör, és ilyen gyönyörű színek, úgyhogy hát kezdjük, kezdjük. Nos, láthattátok, hogy többnyire ezt a sötéten májvát használtam, ugye alapnak ezt a bézest, satírozni ezzel vagy ezzel a világosabb mattal satíroztam, és ugye ezt a narancsot, ezt a glittereset használtam, illetve ezt a másik aranyat. Működik ecsettel is, de azt vettem észre, hogy amikor belenyúltam az ujjammal a glitteres színekbe, akkor az jobban működött. Tehát az új beddel való felvitelt fogom inkább preferálni ennél a palettánál, hogyha ezekről a glitteres árnyalatokról van szó, baromi jól pigmentált, szóval még egyébként a legvilágosabb színek is, és nagyon szép, és nagyon-nagyon jól mutat, nagyon jók a színek, állati gyönyörű, igazából nem is tűnik ennyire intenzív és pigmentáltnak, ha így ránézek mondjuk erre a májvás színre, hogy ez tényleg ennyire sötét és kiemelő szín. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és nagyon meg vagyok elégedve. Amit még közben láthattatok, hogy a MAC-nek a Fix Plus-át használtam az ecsetnek egy kicsit a benedvesítésére, úgyhogy ez is nagyon jól működött. Na most jöjjön megint egy újdonság. Ugye én ilyen szempilla őrült vagyok, nekem nagyon fontos, hogy a szempilláim nagyon drámaian és nagyon kifejezően mutassanak.
Úgyhogy nagyon sokat hallottam már, és nagyon jókat erről a GOS szemspirálról, ez az Overdose Bombastic szemspirál, úgyhogy élesben most kipróbáljuk, nézzük meg, hogy mit tud, különben ilyen szilikonos ecset vége van. Hát akkor essünk neki! Most van egy rétegben fönn a szemspirál a szememen. Igazából nem mondanám, hogy nem jó, nagyon szép világot csinál, még így első átfestésre is. Az biztos, hogy már most tudom, és már most látom, hogy nem fogja, bár egyébként még hasonlít is a kinézetük, de nem fogja nekem a nájoleári szemspirálomat sem a göndörítőt, sem a dúsító hosszabbítósat kiütni az első helyről. Már csak azért sem, mert ugye azok hagyományos keféjű szemspirálok, ez meg, amit én nem nagyon szeretek, mert ugye szilikon keféjű, de nem rossz. Tehát ezért nem lehet azt mondani, hogy rossz, és most felrakok egy második réteget, és én bizony fogom már tudni, mert én ezt már egyszer ugye kipróbáltam, hogy két rétegben azért már nagyon látványosan és nagyon drámaian állnak, és szép fekete a szempillám, tehát az, ami nekem nagyon fontos, hogy én nem szeretem azokat a szemspirálokat, amik ilyen szürke, vagy ilyen matt fekete, nekem a szemspirál az legyen nagyon fekete, nagyon drámai, és hogyha nem azt akarom, akkor veszek egy kéket, vagy mit tudom én, de ha tényleg arról van szó, hogy a mindennapokban szeretnék fekete szemspirált, az bizony nekem legyen ennyire szép fekete. Amit ez hoz, egy picit elmaszatolódik itt a nagy szemfestésbe a szemhéjam, de azt én egyből korrigálom. Tehát nézzétek meg, egyébként most a különbség nagyon jól látható a két szemem között. Ő két réteg, ő egy réteg. Szerintem szembetűnő nagyon a különbség, megcsinálom őt is, és jövök. Én azt gondolom, hogy ez jól néz ki. És annyira nem zavar a szilikonkefe. Vannak olyan szilikonkefejű szemspirálók, ami ennél nálam sokkal jobban, tehát hogy mondjam, szóval ami úgy nem a komfortzónámba még vele tartozó, tehát hogy nem tudtam egyszerűen használni, mert kiszúrta a szememet. Ennek van egy kis játéka, tehát ez egy picit így meghajlik, és azt gondolom, hogy ez nagyon szép. Tehát ez nagyon-nagyon jól mutat. Úgyhogy tulajdonképpen én ezzel is nagyon meg vagyok elégedve. Nincs is más hátra, én úgy gondolom, mint sem, hogy egy rúst válasszunk még. És hát rúzsból aztán igazán elképesztő nagy választék van. Az előző bejátszásnál ebből a három rúzsból használtam a középsárnyalatot, ami ilyen nude árnyalat volt. Nagyon tartós volt, nagyon jól feküdt a számon. Tulajdonképpen kíváncsi lennék most ehhez a sminkhez, hogy néz ki ez a kicsit korallosabb, téglásabb szín. Megnézzük. Csak lejjebb rakom egy kicsit, hogy lássatok. Nagyon-nagyon jó az applikátora, állati jól lehet vele
rajzolni. Tulajdonképpen ugye el kellene egy szájkontúrceruza, és én mindjárt meg is fogom ezt húzni, de szájkontúrceruza nélkül is nagyon szép ívet tudsz a szádonak rajzolni. Elnézést itt a háttérbe, tehát ez egy ilyen kórházá alakult ez a lakás. Én már azért nem köhögök így, de egy héttel ezelőtt ugyanígy köhögtem, úgyhogy bocsánat, nem tudom kiszűrni a zajokat. Nagyon hamar szárad ez a rúzs. Nagyon tartós, és rajtam volt a maszk 2x40 percet, odafele is, visszafele is. Mondom, a másik szint próbáltam ki, a középsőt. Meg sem mozdult. Egyébként ez a szín azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól fekszik ehhez a színösszeállításhoz. Én most azért egy picit körbe fogom kontúrozni, hogy keresek egy olyan árnyalatot, ami mondjuk ehhez passzol. Nos. Amikor a virágtól kaptam ezeket a rúzsokat, akkor azt mondta, hogy nagyon szereti őket, és nem is csodálom, mert nagyon jó, nagyon-nagyon szép az árnyalat is, és nagyon tartós, nagyon hamar szárad. A Shein oldalán találtok kozmetikumokat, és ez a Seglam márka, és annak a rúzsai. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszik, de hogy azért több alternatívát mutassak, ezt most leszedem, illetve kimegyünk a fénybe, megnézzük így ezt a sminket, és még megnézzünk egy-két rúst. Nos, így néz ő ki. Gyönyörű ez a szín, ez valami csodálatos, ez nekem annyira tetszik. Itt van a smink a szememen, szerintem minden harmonizál, mindennek olyan színe van valahol, mint így a hajamnak. Nem tudom, mi a véleményetek, de nekem ez eddig nagyon bejön. Nos, közben leszettem a rúst, különben nagyon-nagyon tartós, tehát eléggé meg is fogja a szájat, úgyhogy eléggé nehezen is tudtam leszedni. De hogy maradjunk ennél az új márkánál, amit felfedeztem magamnak a Justárnál, aminek a púderével matítottam most le az arcomat. Ugye ez egy olyan rúzs, és szintén színbe baromira fog passzolni ehhez a kompozícióhoz. Szóval ez egy olyan rúzs, ami... ami egy ilyen krémes rúr. És van egy fénye, ugye ez egy ilyen klasszikus rúr. Igazából annyira, tehát ugye ilyen a színe, igazából annyira én nem gondolnám, hogy ezt feltétlenül körbe kell kontúrozni, de azért én ezt is kicsit körbe kontúrozom. Ez az az igazi. Kicsit itt elkentem. Ez az igazi krémes rúr. Úgyhogy... a színe is nagyon tetszik. Most olyan sok mindent nem tudok erről a rúzsról mondani, viszont ez is nagyon passzol az egész sminkhez. Azt gondolom, hogy még próbáljunk ki. Annyira egyébként nem vagyok full elragadtatva ettől a rúzstól, ez most őszintén megmondom,
Nekem ez egy picit túl vastag a számon. Jól néz ki, krémes, de azért vannak ennél jobbak is. Arra gondoltam, hogy most tegyünk föl egy kicsit élénkebb, vidámabb színt, és egyből ez a Makeup Factory rúzs jutott az eszembe, úgyhogy bár én azt mondtam, hogy ez egy ilyen tavaszias, nyárias szín, most nekem kedvem van ezt fölrakni. És ez természetesen most nagyon más, mint az előző barna árnyalatok. De hát miért ne próbálgassak? Nekem nagyon tetszik egyébként ez a szín. Lehet, hogy annyira most ehhez a sminkhez nem való. De ezt is most megnézzük, hogy milyen a természetes fényben. Na. Átjöttem mégis a konyhába, mert azért ott jobban látszódik. Szerintem nem rossz. Sőt, azt mondom, hogy egész más attitűdöm lett ettől. Sokkal finomabb. A barna egy kicsit azért olyan, hát nagyon meghatározta így az egész minket, ezáltal, hogy világosabb lett a szájam, illetve ilyen rózsaszínesebb, ugye most egyébként piros körömlakkom is van. Tőlem szokatlan módon, de úgy gondoltam, hogy feldobom egy kicsit ugye a hangulatomat ilyen piros körömlakkal. Nem rossz. Nekem ez tetszik. És a végén én azt gondolom, hogy maradjunk ennél a pinkesebb, rózsaszínesebb vonalon, és én még kipróbálom ehhez a sminkhez ezt az Inglot matt rúst. Hú! Ez nagyon piros, atya úristen. Na, ezt mindenképpen korrigálnom kell. Nos, én ezt körbe kontúroztam, és ráadásul egy piros ceruzával, egy Aden piros szájkontúr ceruzával, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy tudom, annyiszor elhangzott már, hogy nekem mennyire jól áll a piros rúzs, de higgyétek el nekem, hogy én azért annyira nem érzem magamat komfortosan. Valahogy nekem túl hivalkodó. Nem rossz, de nem rossz. És most egyébként meg is keskenyedett az arcom, hogy most beteg voltam, és lehet, hogy most talán elbírok egy piros rúst is jobban, tehát azért annyira nem lesz olyan közfeltűnést felkeltő, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ez így jobban most passzol. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki az ablak mellett. Na, hát ugye megint ez teljesen máshogy néz ki a természetes fénybe, mert itt nem is olyan piros a színe van, hanem olyan narancsos. És egyébként ez is passzol a sminkhez. Nem tudom, írjátok meg, hogy őszintén nektek melyik rúzsal tetszett a smink a legjobban, de számítsátok bele az elsőt is, a nódot. Úgyhogy ugye volt a nóda, téglás, az a barnás krémes, az Inglot pink és ez. Tehát öt rúzsról beszélünk. Írjátok meg, hogy nektek melyik tetszett a legjobban. Nos, ennyi volt ez a teszt videó. Azért elég tanulságos volt nekem is. Főleg egyébként a rúzsok terén minden tetszik. Tehát mindennel nagyon meg vagyok elégedve. Meg vagyok elégedve a matti top primerrel. Meg vagyok elégedve a
porpúderrel nagyon-nagyon tetszik. Nagyon tetszik a szemhéj paletta. Tulajdonképpen nekem nincs gondom a szemspirállal. El fogom használni. Nem életem szemspirálja, de nem is rossz. Tehát jó, nekem igényeim vannak, ezt tudjátok. És nekem van egy kedvenc szemspirálmárkám. És azt hiszem, hogy én maradok annál, hogy ha ez elfogyott, akkor újra fogom venni majd a Nye Oleárit. Nem én vagyok ez a rúzs, de nem rossz. Ha nekem kellene szavaznom az ötből, akkor én a másodikat választanám mindenképpen, a matt téglás árnyalatot. Úgyhogy itt köszönök el tőletek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, kommenteljetek, nagyon várom, hogy mi a benyomásodok, hogy tetszettek az új sminkek. Még egy csomót fogok próbálni, hogy a következő videók is még szerintem erről fognak szólni, ugyanis van még egy szemhéj paletta, és még mindig vannak rúzsok, és még mindig vannak mit kipróbálnom, úgyhogy jönnek teszt videók is, várjátok szeretettel, találkozunk hamarosan, sziasztok!